Köszöntelek benneteket ezen a felvételen, az én galériám. Én azokat a festményeket szeretném nektek mutatni, amik nekem is tetszenek, a művészet szeretete. Ez volt korábban a hivatásom, és becsüsként dolgoztam a Bizományi Áruház vállalatnál. A mostani felvételen Gustav Klimt szeretném bemutatni, ez a festő művész. Az ő festményei, az ő alkotásai, ez a Jugendstilt mutatja. Honnan jön ez a név Jugendstil? Ez kialakult a 19. század végén, a 20. század elején. Münchenből indult ez az új művészi irány. Fiatal művészek indítottak egy új utat, és egy újság, egy magazin Münchenből adott helyet nekik, mutatta be ezeket a fiatal művészeket, és ezt az újságot úgy hívták, hogy Jugend. És ebből ered ez a név Jugendstil. Gustav Klimt 1862. július 14-én született Bécs mellett. 1876-ban kezdődött nála ez a művészi képzés, és ezt ő 1883-ban befejezte. A testvérével alapított egy ilyen művészi közösséget, amit ő vezetett. Egy ideig dolgoztak Bécsben, a Vár színházban, és ott készítették a dekorációt. 1888-ban megkapta ő az Arany Érdem keresztet. Ebben az évben nem csak ez az elismerés volt, hanem sok utazás is Európa területén. Aztán visszatért Ausztriába, és nagyon sok kiállítást szervezett, azon kívül alapított egy osztrák művészi szövetséget, és ennek is ő volt az elnöke. Gustav Klimt 1918. február 6-án hunyt el Bécsben. És most átlépünk a galéria területére, és mutatom az ő alkotásait. És hozzá kell tennem, Gustav Klimt az egyik kedvencem, és imádom az ő festményeit.
Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!